Jó napot kívánunk! Szeretettel köszöntjük a tisztelt nézőket ismét innen, az Európai Parlament szívéből, a híres Európa stúdióból. Tisztelettel köszöntöm kedves vendégeimet, Csóti György urat Budapestről, a Kisebbségi Jogvédelmi Intézet igazgatóját, illetőleg Korom Ágoston urat, aki egyetemi oktató és az egyik legjobb Európai Uniós szakemberünk jogra, európai jogra, európai lehetőségekre. Arról szeretnénk beszámolni, hogy pár perccel ezelőtt fejeztük be az Európai Bizottsággal a találkozónkat. Az Európai Parlamentben és az európai szintéren soha ilyen messzire nem jutottunk a Benesi dekrétumok ügyében. Ezekben a napokban megy el a levél, az Európai Parlament levele a szlovák parlamentnek, amelyben a szlovák parlamentet felkéri arra, hogy gondolja át a bocsánatkérés témáját, nézze meg a szlovák jogrendet, vannak-e olyan törvények még, amelyek joghátrányt okozhatnak Szlovákia jelenlegi és volt polgárainak, illetőleg mit lehet tenni még ebben a kérdésben, hogy le tudjuk tisztességgel zárni a Benesi dekrétumok ügyét és ezt a történelmi terhet. Ugyanakkor egy másik folyamat is elindult már évekkel ezelőtt, amikor magánszemélyek, akiket a dekrétumok hatálya máig érintett, illetőleg jogi személyek is, többek közt a szlovákiai magyar református keresztény egyház, és megfogalmazott olyan konkrét jogsérelmeket, amelyekkel foglalkozni kell. A közelmúlt folyamatai ott kulminálódtak, hogy kaptunk egy levelet az egyik tavaly benyújtott kérdésre, amely reményt adott arra, hogy ezen a vonalon tovább lehet menni. Megköszönöm az uraknak a több éves odafigyelést és küzdelmet ebben vonatkozásban. Megköszönöm a Kisebbségi Jogvédőintézetnek azt, hogy kézbe vették ezt a dolgot és lemenedzselték, és már a több mint 1000 konkrét személy jogsérelmét tudjuk itt az asztalra tenni. Nem tudunk a jelen pillanatban mindent ígérni, tehát azt sem tudjuk megígérni, hogy biztosan el tudjuk vinni az ügyet egy olyan szintre, hogy a kárpótlások megvalósulnak, mert ez sajnos nem a mi kompetenciánk, de azt el tudjuk mondani tisztességgel, és ezt akarjuk ma prezentálni, hogy mindent megteszünk azért, ami az erőnktől, politikai erőnktől is a jogi tudásunkból fakad, hogy ez a téma tisztességgel kerüljön az Európai Unió asztalára, és megpróbáljunk valóban elfogadható megoldást találni. Igazgató úr, hogy látott ezt a dolgot? Foglalkoztatok ezzel hónapok óta. Úgy gondolom, hogy ez az eredmény, amit itt átadtunk, az kilóban is súlyos volt. Hogy látod az egészet, és mi az, amit ezzel kapcsolatban el tudnál mondani? Hát én azért optimistább vagyok, mint képviselő úr, mert én úgy gondolom, hogy ha van jog, ha van európai jog, és van igazság, az igazság megkérdőjelezhető, de az európai jog nem kérdőjelezhető meg, akkor kárpótlást kell kapni mindazoknak, akiknek a tulajdonát 1948. február 25-e után vették el, hiszen a 2003-as szlovák kárpótlási törvény arról szól, hogy azok kaphatnak kárpótlást, akiktől a mezőgazdasági jellegű ingatlanjaikat, földeket, erdőket 48. februárja után vették el. És ez a törvény 2004. december 31-éig volt hatályban. Szlovákia belépett az Európai Unióba, teljes jogú tag lett 2004. május 1-ével, és ez azt jelenti, hogy abban az időszakban, május 1 és december 31-e között be kellett volna fogadni mindenkinek a kérelmét. Azt elfelejtettük mondani a kedves nézőknek, hogy a kárpótlási törvény olyan diszkriminációt alkalmazott, miszerint csak azok kaphatnak kárpótlást, akik az adott időszakban, 2003-2004-ben szlovák állampolgárok és Szlovákiában van állandó lakhelyük. Nem szeretném minősíteni, hogy ez miért született így, de tudjuk, hogy közel 200 ezer magyar embert érint ez, akiket kitelepítettek. És egy részüket 48 folyamán, tehát 48 végéig, sőt 49 nyaráig folytak a kitelepítések, és ezzel együtt a tulajdonok elvétele, elkapzása. Tehát ezeknek az embereknek, akik
ma Magyarországon, Németországban, Ausztriában, Csehországban sokan, vagy máshol élnek, ezeknek, akik ma Európai Uniós állampolgárok, ezeknek jár ez a kárpótlás. Tehát súlyos diszkriminációt követett el az Európai Bizottság, vagy a Szlovákia, amikor ezt a törvényt meghozta. És ugye a bizottság korábbi kérdésedre, kedves képviselő úr, ugye azt a választ adta tavaly ősszel, hogy azért nem foglalkoznak vele, mert kevés embert érint. Hát ez önmagában erkölcsileg is, politikailag is elfogadhatatlan, mert ha egy embert ér jogsérelem, akkor annak az egy embernek is jár a jogorvoslat. Itt pedig sok ezer emberről van szó, és itt lépett be a Kisebbségi Jogvédő Intézet. Néhány hét alatt több mint ezer embernek a jelentkezését fogadtuk be, akiket ilyen jogsérelem ért, és ezt adtuk át, képviselő mondta, hogy most súlyos dossziékat vittek haza az Európai Bizottság képviselői, akikkel találkoztunk. Egyértelműen elismerték, hogy ez diszkrimináció volt, és ez jogorvoslatot kíván, hogy aztán ezt milyen úton, módon fogják megtenni, hogy lesz-e ennek olyan következménye, ami azonnal eredményt hoz, vagy nem, azt még nem tudom, vagy nem tudjuk, de hogyha nem lesz azonnal eredmény, akkor mi megyünk tovább, nem állunk meg. Nem akarom elmondani a lehetőségeket, mert talán nálam szakavatottabb jogtudós, európai jogász jobban tudja, hogy pontosan milyen lépések következhetnek, de elszántak vagyunk, mögöttünk áll az igazság, és sok ezer ember érdekeit képviseljük egész Közép-Európában. Korom Ágoston doktor urat európai szinten is jegyzik, az egyik legjobb jogásznak tartják. Én szeretném nyilvánosan a kamerák előtt is megköszönni neked azt az elkötelezettséget, amivel már évek óta ezt az ügyet felkaroltad és viszed tovább. Tehát mi a politikai és a szervezési hátteret biztosítjuk, de a jogi écesz az nálad van. Hogy látod ezt az egész problémát, és mi az, amit ezzel kapcsolatban tenni lehet még az elkövetkezendőkben is? Az Európai Bizottság a mai tárgyalások során elismerte, hogy a kárpótlási törvénnyel, 2003. évi kárpótlási törvénnyel kapcsolatos jogsértés az uniós jog alkalmazási körébe tartozik, és azt is elismerte a bizottság képviselője, illetve szakemberei, hogy a törvény állandó lakhelyre és állampolgárságra vonatkozó kritériumai sértik az uniós jogot, és semmi olyan érvet nem találtak, amivel ezt a megkülönböztetést igazolni lehetne. A bizottság viszont eddig, tehát a 2016. szeptemberében Csáki Pál képviselő úrnak küldött levelében, azért nem folytatott eljárást a kérdésben, mivel a szlovák hatóságok álláspontja szerint nagyon kevés embert, vagy szinte senkit nem érint ez a diszkrimináció. Csáki Pál képviselő úrral, illetve a Kisebbségi Jogvédő Intézettel együttműködésben jogtörténészeket is bevontunk, megcáfoltuk ezt a tényt, mert több tíz vagy több százezer potenciális embert érinthet, és egy a Kisebbségi Jogvédő Intézet által indított sajtókampány keretében, amelyben arra kértük az érintetteket, hogy egy nyilatkozatban jelezzék, hogy őket sérelem érte, és beadták volna a mezőgazdasági földek elvételére vonatkozó, vagy visszaadásra vonatkozó igényüket 2004-ben, akkor, hogyha az állampolgársági kritériumok nem akadályozták volna őket meg ebben. Most több mint 1100 nyilatkozatunk van, és ezt bemutattuk az Európai Bizottságnak. Valamint azt is kifejtettük a bizottság részére, hogy önmagában a szlovák hatóságok tájékoztatására
nem is lett volna megalapozott annak kifejtése, vagy annak az álláspont, hogy nagyon kevés embert érint, ugyanis ezek a személyek, ha nem szlovák állampolgárok, vagy nem szlovák állandó lakhelyre rendelkeznek, nem élnek Szlovákiában, ezért a szlovák hatóságoknak nem is lehet tudomása róluk. Tehát ahhoz, hogy biztosan el tudjuk dönteni azt a kérdést, hogy érint-e megfelelő számú, vagy egy nagy tömeget, több embert, ahhoz más tagállamokban élő állampolgárokat is figyelembe kell venni, tehát főleg Magyarország, de Ausztriában, Csehországban és Németországban is élnek érintettek. Az Európai Bizottság konstruktívnak mutatkozott, hogy megvizsgálja új érveinket, illetve azt is kifejtettük, hogy ebben az esetben kizárólag az Európai Bizottság tehet valamit, ugyanis, és ez érdekes, hogy nem magyar állampolgárok, hanem jogtörténészek kutatásai alapján román, cseh és osztrák állampolgárok próbálták meg a 2003-as kárpótlási törvény diszkriminatív rendelkezéseit az uniós fórumok elé vinni, és a szlovák bíróságok nem alkalmazták az uniós jogot, illetve nem küldték ki a kérdéseket a luxemburgi Európai Bírósághoz, ezzel súlyosan megsértették az uniós jogot, tehát az egyéni jogérvényesítés eddig nem járt sikerrel. Tehát azt az álláspontot képviseltük az Európai Bizottság részére, hogy ő a szerződések őre, az Európai Bizottság felel azért, hogy az uniós jogot minden tagállamban betartsák, és az Európai Bizottságnak, hogyha be tudjuk bizonyítani, hogy ezek az érintettek valós joghátrányt szenvedtek, akkor a bizottságnak eljárást kell indítania. Igaz, az alapító szerződéseket úgy hozták létre, hogy bizonyos szintű politikai mérlegelés joga van az Európai Bizottságnak, hogy indít-e egy tagállammal szemben, vagy nem indít kötelezettségszegési eljárást. Ez így van. De a gyakorlatban az Európai Bizottság, hogyha kiderül, hogy jogsértés van, akkor erre nem szokott hivatkozni. Ha tudjuk azt, hogy több ezer ember az érintett, ráadásul az egyik legerősebb jognak, a tőke szabad mozgásának, a legnyilvánvalóbb közvetlen megsértése történik, akkor nagyon kevés mozgástere van a bizottságnak, hogy ne indítson eljárást, illetve politikailag nagyon nehéz helyzetbe kerül, hogy megindokolja, hogy miért nem lép fel akkor a több ezer érintett jogainak érvényre juttatásáért. Ebben az esetben még lehetőség van az Európai Unió ombudsmanához fordulni, esetlegesen petícióban is kérhetik, és nem csak az érintettek, hanem bárki, hogy az uniós jog alkalmazását, az uniós jog sértése ellen fellépjenek az uniós intézmények. Tehát lesz lehetőség. Igen, te már kicsit a jövőről is beszéltél. Tehát azt talán ma elmondhatjuk nyugodt lelkiismerettel, hogy a vártnál sokkal konstruktívabb tárgyalás zajlott az európai kormánnyal, az Európai Bizottsággal. Ilyen magas szintre még nem jutott el a dolog, tehát hogy magánszemélyek kérelmét itt prezentálni tudtuk a legmagasabb szinten, az Európai Bizottság szintjén. Illetőleg a beres dekrétumok ügyében általánosan az Európai Parlament rászánta magát arra, hogy egy aktív lépést tesz, és küld egy levelet a szlovák parlamentnek. Úgy gondolom, hogy az összes jogi lehetőséget ki kell
merítenünk, vagy meg kell vizsgálnunk az elkövetkezendő időszakban, és a jogászok, konkrétan a te támogatásodra az elkövetkezendőkben is számítunk. Mi az, amit még esetleg az embereknek, az érintetteknek tudunk üzenni? Valószínűleg az, hogy nem zárult le a lehetőség, tehát aki még gondolom érintettnek érzi magát, még mindig jelentkezhet, illetőleg gondolom ti fogadjátok tovább is. Naponta több tucat telefon jön be, és több 40-50 levél, valamikor 100 levél érkezett be az elmúlt hetekben, és ez a folyamat nem állt le, tehát megy tovább. Nyugodtan mondhatom, hogy 1-2 hónap múlva már több ezer lesz az érintett személyek száma, akik nyilatkoztak, hogy elvették tőlük a földtulajdont, hát általában a felmenőktől, nagypapától, vagy esetleg szülőtől, hiszen akik akkor 48 és akkörül kárt szenvedtek a benes dekrétumok kapcsán, azok már vagy 80-90 évesek, vagy már nincsenek is közöttünk, de a törvény, hála Istennek, nagyon helyesen az egyenesági leszármazottakra és a házastársakra is vonatkozik. És doktor úr, elmondhatjuk, hogy most nekünk nagyon jól jön az, hogy van egy európai törvényi rendszer, egy európai legislatíva, tudunk mire hivatkozni. Tehát Szlovákia nem zárhatja be magát, és nem mondhatja azt, hogy nem látok, nem hallok, amikor esetleg majd európai szintről is kap egy felszólítást, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Természetesen az uniós jog nagyon erős kikényszerítő mechanizmusokkal bír, tehát a gazdasági alapszabadságok tőke szabad mozgásával szemben egy tagállam semmilyen, még akár alkotmányos rendelkezést sem hozhat fel, és az uniós jog, hogyha elindul a bizottság részéről az eljárás, esetleg az Európai Bíróság elismeri vagy megállapítja a jogsértést, akkor ezeket az ítéleteket a tagállamoknak, minden tagállamnak végre kell hajtani, és ezt végre is szokták hajtani. Tehát a termőföld és az erdő, mezőgazdasági ingatlanok, ezek tőkének számítanak, tehát ilyen értelemben. A tőkemozgás alá tartoznak. Hát nem csak, tehát az uniós jog nem mondja azt, hogy a termőföld egy tőke, nem kizárólagosan tőke, hanem a tagállamok állampolgárai között azt, hogy egy más tagállam állampolgára is vehessen termőföldet, vagy ingatlant egy más tagállam területén. Birtokba kerülhessen. Igen. Ezt az uniós jogrendben a tőke szabad mozgása garantálja. De nem csak a tőke vonatkozik az uniós jogban a földre, hanem a közös agrárpolitika rendelkezései is. Tehát elismert attól függetlenül, ha nincs diszkriminációról, hogy a termőföldek használatát és tulajdonát egy tagállam szabályozza, azért, hogy a mezőgazdasági népességet a spekulációs nyomással szemben védelmezze, vagy elősegítse a vidéki népesség megtartását. De a diszkrimináció mentességet az uniós jogrendben a tőke szabad mozgása biztosítja. Kedves nézőink, ennyit tudtunk ma elmondani önöknek a mai tárgyalásról is, illetőleg az egész folyamatról. A téma politikai szintre kerül, holnap Budapestről jön egy újabb beadvány hivatalosan is, hogy egy másik igazgatóság is meg tudja vizsgálni ezt a dolgot, tehát megpróbáljuk lépésről lépésre olyan helyzet elé állítani az Európai Bizottságot, hogy ezt ne lehessen megkerülni. A mai tárgyalásról feljegyzések készültek, átadtuk a dokumentumokat, tehát úgy gondolom, hogy ez valóban egy olyan lépés volt, ami eddig nem valósult meg és nem sikerült megvalósulnia. Akik esetleg még érintettnek érzik magukat, a Kisebbségi Jogvédő Intézetben partnert találnak, tehát hívják őket, keressék őket. KI.hu az internetes elérhetőségünk, Kisebbségi Jogvédő Intézet, KI.hu honlapunkon minden információt megtalálnak. A doktor úr pedig továbbra is látom, hogy elkötelezetten a rendelkezésünkre áll, illetőleg a sértettek rendelkezésére, amit nagy tisztelettel megköszönök Korom Ágoston doktor úrnak is, mert nélkül a egyértelmű és kemény elkötelezettség nélkül valószínűleg nem tudtunk volna idáig eljutni. Köszönjük szépen, és reméljük, hogy a
történet pozitívan fog folytatódni tovább. Szép napot kívánunk!